Sziasztok! 2020. október 5-e van, itt vagyok Malmöben. Egy kis érdekesség, hogy október 4-én volt a 41. születésnapom, amit Jenővel töltöttem Helsingborgba, erről lesz majd nektek egy rövid felvétel. Érdekesség, hogy a tavalyit, azaz a 40-et pedig Kormos Csabival, amikor ugye a prévós videót forgattuk nektek, akkor Franciaországban ért a születésnapi köszöntés. Itt vagyok Malmöben. A Daxernél kell lepakoljunk, úgyhogy megyünk rögtön lerakodni, és azután pedig elmegyünk Helsingborgba, ahol Jenőjéknél fogok parkolni 2 napig. És ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatta ennek a videónak a létrejöttét, akár a Patreonon, akár PayPalon, ugyanis ez a kamion 2 napig fog parkolni, és ugye ennek vannak költségei, nagyon szépen köszönöm. Körülbelül 150-200 néző gondolta úgy, hogy hozzájárul ennek a videónak az elkészítéséhez, szóval köszönöm szépen mindannyiótoknak, és külön köszönet a Transkónának is, aki megengedte, hogy 2 napig, lerakodás után ugye 2 napig én itt maradok Svédországban, majd egész pontosan abból a kikötőből holnap, azaz kedden fogunk elmenni az egyik olyan hajóval, úgyhogy az lesz a videónak a vége. Ugye ott a háttérben az Øresund Bridge, az Øresundi híd látható, és velünk szembe pedig Dánia, azaz Kopenhága, Dánia fővárosa. A mai történet, Jenőt kísérhetitek el, kísérhetjük el 1 vagy 2 napjára, megnézzünk 1-2 várost, Helsingborgot, ha lesz időnk, akkor akár Malmőt is, tehát egy Svédországban élő magyar kamionos 1 napját nézhetitek meg. Jenő elmesél az ő történetét, kálváriáját, hogy hogyan jutott ide Svédországba, és hogyan lett belőle kamionsofőr, ugyanis ő kezdőként itt Svédországban kezdett. Ha van kedvetek, tartsatok velem, természetesen egy rövid leírás tartalmat ma is találtok. Menjünk a Daxerhez és pakoljunk le! Negyed 12 van, végeztem a Daxernél a lerakodással, úgyhogy mehetünk át Helsingborgba. Szóltam Jenőnek, és akkor mindjárt megírja, hogy hol találkozunk. Egy irány Helsingborg, és ismerkedjetek meg Jenővel. Letettem a kamionomat Jenőjék telephelyén, úgyhogy bemutatom nektek. Sziasztok. Jenőt, és akkor elmegyünk rakodni. Ma ő reggel 7 órakor kezdett, és most pedig felvettünk egy üres szerelvényt, és akkor ezzel el kell menni zöldséget pakolni. Igen. Hány helyre megyünk? Hát lesz 2 zöldséges hely, és illetve most kezdünk rögtön egy 2 perces távolságon belül, meg egy rendes cég, ahol normális árut rakodunk, száraz árut, de azt pontosan nem tudom, hogy mit. Még ezt majd ott megkérdezem. Oké, és akkor ezt viszont nem te viszed el, vagy nem mi visszük el, hanem ezt az éjszakás. Pontosan, igen. Okay. Én csak előrakodok, úgymond. Aha. Választható egyébként, hogy éjszakai vagy nappali munkát végzel? Persze. Én annyi, hogy én személy szerint nem szeretem az éjszakát, csináltam már. Többször is nekem abszolút nem jött be, én nem bírom az éjszakát, elalszok, és én ezért kértem is az új főnök, a új helyen, amiről majd mesélni fogok, hogy én éjszakát nem szeretnék vállalni. Merre megy egyébként az áru, azt tudod, hely? Stockholmtól egy olyan fél óra, órára még éjszakra. Stockholmtól éjszakra még egy fél óra. Aha. Hát akkor azért tök jó, lényegében akkor 4 óra, 5 óra, akkor te már otthon is leszel. Nagyjából. Oké. Okay. Hát én legalábbis személy szerint el szeretnék menni majd Malmöbe. Átmegyek vonattal, legalább megmutatom nektek, hogy hogyan működik a vonat, illetve Malmöben valami kajálást megejtenék, és akkor utána holnap folytatjuk, viszont holnap egy másik cég. Másik cég, másik kamion, nagy esély, sőt 99,99% hogy Scania lesz. Cégnevet nem utassak rajta, de itt lerajzolták neked, hogy hogyan kell
rakodni, mi a sorrend, azt egyébként meg is szokták így adni általában, vagy ez csak most neked így? Hát alatt, szerintem azért nekem, mert ugye én beugrós vagyok, ennél a cégnél nem fix ember, és akkor inkább úgy volt, hogy akkor inkább legyen lerajzolva, ne rakjam rosszul elő, mert ugye nem csinálom ezt én minden nap nekik. A fix cégeknél nem, ott csak megvannak az áruk, és úgy rakodok, ahogy én gondolom. Nem azt, hogy tegyük hozzá, hogy te ugye lényegében egy közvetítőn keresztül vagy. Igen. És a hány cégnek dolgozol összesen? 2-3? Hát fixen 2-nek, és ezen felül már 3-4 még, aki szóba jöhet. Ide ki volt készítve a papír, ezt Jenő átveszi, aláírja, és utána vizet teszed egyébként a fakjába? Vagy beadom neki. Vagy beadod. Aha, jó. Tehát akkor lényegében ilyen önálló munkavégzés. Aha, jó. Akkor magadnak kell megrakodni, ugye? Az is. Az is, jó. Vannak targoncák, és akkor magadnak. Ja, targoncát, és a kézi targoncára gondolsz? Az. Aha, oké. Végeztünk az első címmel, tehát itt megvolt ez a pár raklap, és most megyünk. Hány kilométer a következő? 5-10, tehát egy nagyon közel városon belül. Már csak a városba fogunk mászkálni. Ott viszont le kell, hogy akasszál. Igen, tehát ott a terautót is, utánfutót is rakodunk majd. Viszont akkor picit úgy ismerkedjünk meg Jenővel, aki ugye 30 éves, vagy jól? 29. 29 éves vagy, akkor sokat nem tévedtem, és Budapestről származunk. Oké, tehát fiatalon te úgy döntöttél, hogy elhagyod Magyarországot. Igen. De Magyarországon jól emlékszem, akkor te nem is nagyon próbálkoztál, mint munkakereső. Nem. Az egész úgy volt, hogy ugye középiskola után engem nem vettek fel főiskolára, és édesanyámmal beszéltük, hogy hova tovább, mi tovább, és mondta, hogy angolul tudsz, szeretsz, menjél ki Angliába, fiam. Úgyhogy igazából kiküldött Angliába 18 évesen engem. Egy vendéglátóba kezdtem el dolgozni, étterembe, bár, hotel, tehát ilyen kombó volt. Másfél évet voltam kint Angliába, ahol hál' Isten az angol az felső szintig azért feljött, úgy érzem.
Birminghamtől egy olyan 20-30 percre voltam. Másfél év után azt éreztem, hogy szeretnék váltani. Már nem éreztem magam jól Angliában sem, de már nagyon a hotelben sem. És nővérem ebben az időben már kint lakott Svédországban, és ő mindig mondta nekem, hogy gyere ki Svédországba, próbáld meg, vendéglátás az itt is, ugye angolul mindenki beszél, még a 90 éves öreg néni is, hogy próbáld meg. Úgyhogy felmondtam, átjöttem Svédországba, és hát olyan hozzáállással jöttem ki, ami kicsit ugye a fiatalságra vezethető vissza, hogy én teljesen azt hittem, hogy jó, hát akkor innentől mi meg vagyunk. Másfél év Anglia után engem itt majd várnak tárt karokkal, és aztán jött a pofon, hogy rohadtul nem. Nem találtam munkát se vendéglátásba, semmibe, takarító, semmi. Úgyhogy igazából ott voltam, hogy vagy hazaköltözök, vagy akkor megyek vissza Angliába. De mi volt az oka egyébként? Tehát ennyire nincsen munkája, mondjuk Svédországban lehetne így általánosítani, vagy csak te rossz helyen, rosszkor, rossz időben? Hát szerintem legtöbbször azt a választ kaptam, ugye, hogy hiába angol a második szinte anyanyelv, egyszerűen kell a svéd. Tehát attól, hogy bemennek egy étterembe, és én felszolgálóként angolul beszélek, és megértenénk egymást, attól még elvárják, hogy svédül beszélje a vendéggel. Úgyhogy ezért kaptam a legtöbb visszautasítást, hogy nem tudok svédül. És akkor utána ugye nekem az volt a nagyon nagy szerencsém, hogy a nővérem lovardába lovakkal dolgozott. A főnöke mondta, hogy nekem tud segíteni egy nyári munkába, ha érdekel. Svédországról tudni kell, hogy itt személy számmal tudsz dolgozni, lakást bérelni, bankot nyitni, igazából mindent ez a személy szám határoz meg. És ugye ebben az időben nekem ez nem volt meg. Tehát ebben az időben ez nekünk nem volt meg, vagy nekem, és ő elintézte, ami nagyon nagy szó volt, úgyhogy egyértelmű, hogy azonnal igen mondtam rá, és lovakkal kezdtem el dolgozni. Hát a legalja, tehát a legaljától kezdtem, tehát tényleg a karám, széna, szalma, pucolás, ugye ló, szarszag, minden, így szépen beleugrottam. Ez egy lófarm volt, igen, egy anyakancafarm pontosan, mert ott versenylovak nem voltak, hát azokhoz nem is engednének, ha van egy cseppeszük. És akkor ott voltam nyáron, lejárt a szerződés, én tudtam, hogy nem fognak hosszabbítani, miért hosszabbítanának, nincs semmi tapasztalatom lovakkal, tehát én tudtam, hogy ott akkor az kalapkabát. Úgyhogy én haza is jöttem egyből, ahogy lejárt a szerződés, jöttem haza, és akkor én úgy voltam, hogy jó, köszönöm Svédországból, akkor most elég volt. Nem jött be, lehet fel is adtam valahol, és utána elkezdtem Magyarországon dolgozni. Először visszamentem ugyanúgy a vendéglátásba, ahol hál' Isten azt tudom mondani, hogy jó körökbe kerültem, volt Michelin csillagos étterem is, fine dining bar, tehát hogy úgy szépen haladtam, de igazából én mindig is tudtam, hogy nem ez lesz a végcél. Csak nem tudtam, hogy mi. Ugye, nem volt végzettségem, és nem találtam egyszerűen azt, hogy én mit fogok csinálni. És akkor jött az, hogy vendéglátásból már ki akartam szakadni, vezetni imádtam, hogy akkor kezdjük el a jogosítványt, és akkor csináljuk meg a C-s jogsít, és akkor abban majd elkezdek dolgozni. Édesanyádnak költöztető cég? Igen, megcsináltam a jogosítványt, közben a nővérem ugye azóta is kint lakik, és mindig is mondta, hogy jöjjek vissza, próbáljam meg, én közben megismertem a jelenlegi páromat is, akivel ugye most már együtt élünk in Svédországban. Mindig is tudtam, hogy lehet, hogy feladtam, lehet hazajöttem, de én ide vissza akarok jönni. És akkor jött az, hogy édesanyám be tudott rakni a cégébe, mint sofőr, költöztetős terautóra rá tudott ültetni, ott kis tapasztalatot szereztem, majd megcsináltam ugye a C-et, a GK-it, meg a tachográf kártyát ugye kiváltottam. És akkor én kijöttem Svédországba újra, a félrerakott pénzemmel, meg újabb reménnyel. Oké, szerintem minden fogjuk folytatni. Most viszont akkor inkább koncentráljuk a következő cégre. Pontosan, ami kettő perc. Kettő perc. Jó, egyébként mi az, ami, hogyha annyira mondtad, hogy vissza akarsz időni, mi az, ami megfogott Svédországban? Édesapámtól örököltem a természet szeretetét, illetve állatok szeretetét, az abszolút itt megvan. Van egy kutyánk, vele minden hétvégén járjuk a természetet, és ez nagyon tetszik, hogy nagyvárosban lakunk, viszont mégis 5 perc után már benn vagyunk a természetben, és ez nagyon-nagyon tetszett. Nyilván Magyarországon is van ez hasonló, de
de tetszett. Plusz ugye a fizetéseket úgy nagyjából megismertem, amikor kint voltam, hogy miket lehet keresni, és azt Magyarországon képesítés nélkül én nem bírtam volna soha elérni. Abban az időben még a kamion, belföldi kamionsofőröknek a bére is szerintem azért jóval alatta volt a maihoz. Úgyhogy igazából nem tartott semmi otthon. Ez volt igazából a legfontosabb, hogy nem volt miért otthon maradni. A párom is benne volt, hogy jöjjünk ki. Úgyhogy igazából csak a helyet kellett megtalálni. Uh-huh. És jól tudom, egyébként Svédországnak a kétharmada erdő. Pontosan. Ami nem tudom, egyébként a legtöbb erdő. Tehát igen, aki ide kijönnék, itt ezzel szembesül, hogy lényegében szinte mintha erdőben kamionoznál végig. Elég jól élnek együtt a természettel. És nem egy sűrűn lakott országról beszélünk. Nem. Abszolút. Hát a lakosság az ugye annyi, mint Magyarország, viszont a területe az többszöröse Magyarországnak. Milyen céghez jövünk? Itt most már hűtött árut fogok. Itt most már csak zöldség, gyümölcs és hűtött áru rakodása lesz. Ennél a cégnél ők szinte 90%-ban ezzel foglalkoznak. Mindenhol tapakolsz? Igen. Igen. Van olyan cég, főleg a korona miatt, akik be se engednek, és akkor ők rakodnak. Letettük a pótkocsit és átmegyünk a harmadik felrakónkra, ami 2 percre van, körülbelül 2 perc, jó? De viszont addig akkor, hogy nem pakol nekünk senki, igaz? Nem, csak leakasztottad. Leakasztottuk, rámpára raktuk, kinyitottuk, rámpára raktuk és akkor. Jó, rendben, hogy akkor nézzük a harmadik felrakónkat, utána pedig visszajövünk ide és akkor ezt megpakoljuk. Most biztos meg vagytok lepődve, hogy elfelejtett Jenő ajtót nyitni. Nem, ugyanis van ilyen cég, és én is voltam annól Spanyolországban ilyen cég miatt, hogy zárt ajtóval állsz, és így nyitott ki. Hogy mi a lényege? Gondolom a hűtött áru, nem igen. Marad szabad levegő, amíg kiállsz, becsukott, nem egyben rá tudod csukni az ajtót. Aha.
is érkeztünk a második helyünkre, én viszont már nem megyek be, mert az ilyen hűtőházakban ajánlatos javallott, hogy legyen rajtad pulóver vagy valamilyen nagy kabát, az előző helyről is ki kellett jönni. Viszont amíg Jenő pakol, nézzétek meg a tegnap készített felvételeket, amit Jenővel készítettünk Helsingborgban. Bementünk, megmutatta, hogy merre laknak, illetve megnéztük a várost röviden, tömören, és egy kis érdekesség Svédországról. Szerintem ki lehetne jelenteni, hogy a világon az egyik, hanem az egyetlen olyan hely, ahol szeretik a banános pizzát, bizony, én pedig ki is próbáltam. Tudjátok, mint egykor a kaviáros palacsintát, úgy mondom, belevetem magam egy banános pizzába. Ez volt az én születésnapom, napi tortám, úgymond. És ha már lúd legyen kövér, van egy nutellás pizza is, azt is megkóstoltuk. Kicsit lehet, hogy valakinek perverz. A banános pizzát, csak hogy kicsit emeljük a tétet, volt rajta curry is. Bármi hihetetlen, ha én legközelebb pizzát ennék és lenne banános, én azt választanám. Próbáljátok ki feltétlenül, egy nagyon könnyed, nagyon hasonlít az ananászos sonkás pizzára, na de nézzétek meg a felvételeket. Megérkezett a pizzánk, illetve ugye az egyik, azt mint láthatjátok, ez egy ilyen nutellás pizza az is, de az egy desszert, meg az desszertek közé is volt igazából sorolva. Majd az előbb ugye voltunk egy helyen és ott láttuk, csak az záró volt. Na viszont itt a banános pizza, ami lényegében a svédeknél jellegzetesség. Ebből már is loptam és szeretett. Oké, és akkor hát figyeljetek ide, ezt kiteszteljük, mi van ezen? Hogy mondta, curry, curry, sonka, paradicsom szósz és maga a gomba. A gomba helyett banán, bocsánat. Na hát ez olyan, mint a nem lesz annyira vad, mint az egykori Moszkvában bevett, mi volt az? A kaviáros palacsinta, de hát meglátjuk mennyire. Teljesen jó. Inkább sonka felé megy. A banán, ne. Aztán csak akkor ráharapsz, amúgy nem jön. Egy lájtos, egy nagyon könnyed ilyen. Most azt mondanám, hogy ilyen csajos pizza. Nem, ehető, nem szédülök el tőle. Próbáljátok, hogy a Svédországban jártok, tehát banános pizza, ne ijedjetek meg tőle. Ilyet máshol szerintem nem esztek. Százat korona. Hány person? Ja, David Billier, bocsánat. Uh-huh. És akkor most mehet be a kártya, vagy érint? Mi van? Érzékeny teszem, nem? Aha. És hol ad ki egyet? Jaj. Nagyon jó. És akkor, igen, from Helsingborgi Malmö. Uh-huh. És akkor két óráig érvényes, tehát ha nem ezzel a vonattal mész, meg a következővel is mehetsz. Uh-huh. Jó. És akkor ezt kell felmutatni az ellenőrnek. Honnan indul, honnan tudom meg? Ja. Göteborg. Malmö csak... Central 4A. Na, sokan vannak rajta. Hú, ezen aztán vannak valók. De mi, Malmöben van valami egyetem, vagy valami ilyesmi? Lund az egyetemváros. Ja.
Meg is érkeztem Malmöbe, ez lenne a központi pályaudvar. Na most innen 6,5 kilométerre van a parkolóhely. Ugye én úgy is készültem, hogy futva fogok visszamenni, kérlek szépen, úgyhogy... 3. kilométerben tartok, hát le kellett venni a pulóvert, 1 kilométer után belobbantam. Hát az a rossz, hogy a cuccom, az így van egy kis táskában, ugyanis a hátizsákomat kitettem a rollerral együtt. Na nem baj, vinni kell ezt is. Legközelebb már úgy kellene futni, valami plusz súlyt hozni magammal. Na nem, mintha nem lenne rajtam plusz súly. Úgyhogy elszaladgálok itt magamnak, 6.50 a tempó, és ennyi. Hát, oda megyek, kannában átmosdok, majd holnap zuhanyzok a benzinkúton. Ahol múltkor már mutattam, amikor mentem Rebróba, ott lezuhanyzok, mert ahova felviszem majd a kamiont, ugye Jenőékhez, hogy sajnos nincs zuhanyzó, bár Jenő meghívott magához, de mondtam, hogy köszönöm szépen, de ezeket nem szoktam elfogadni. Nagyon rendesek vagytok, aki meghív így, de nekem jó a kamionban. Ilyen vagyok. Lemosdok egy kannából. Mert a mobil zuhanyzóval most nem tudok, mert fúra vagyok pagolva. Megérkeztem a kikötőbe, pont 6 kilométer egyébként, ugye ezt is most már tudjátok. Most látjátok, kopra, ezért nem jó kamut fúróban futni, mert totál szert a széjjel vagyok izzadva. Na de hát ez van, hát mosakodok, és akkor holnap folyt köv. Végeztünk ezzel a felrakodással is, és akkor elmegyünk az utolsó helyünkre, ami 150 méter, azt felrakjuk, és akkor utána megyünk be vissza a telephelyre, és akkor már a lényegében ennyi volt. Rendesen halljátok, én jobban belefáradok ebben, mint hogyha egész nap mennénk, mert nem mentünk össze szerintem 10 kilométert. Körülbelül 10 kilométert mentünk egyébként. Hát ez a munka jutott. Igen, nem ezt akartuk. Nem ezt akartuk, ezt kaptuk. Mindegy, holnap fogjuk egyébként nektek folytatni magát ugye a történetet. Jó, úgyhogy a maiban szerintem az ennyi lesz, hogyha menjünk és rakodjuk meg az utolsó helyet, és úgy helyen, és menjünk vissza a telephelyre. Egy kis érdekességet hagyd mondjak nektek, képzeljétek el, aki ide tolott most erre a lámpára, egy erdélyi srác, megismert, és majdnem, hogy amikor kezdtétek a kamionozás kint, ez nagyjából nem is tudom már 3 vagy 4 éve,
Még Lanskronában a DSV-nél futottam vele össze, és hihetetlen, nézzétek meg ide a parkol mellénk. Úgyhogy beszélgettünk, mondta, hogy nagyon-nagyon jól érzik itt magukat, tök jól el vannak. Hihetetlen, hogy erre mondják tényleg, hogy kicsi a világ, már azóta egy másik cégnél van, nem az, ahol kezdte. Ő is egyébként zenész volt, úgy jött ide ki, nem beszélte a nyelvet, most már svédül is beszél, ugye angolul is, és házat vettek azóta, szóval imádok ilyen örömteli emberekkel találkozni így a nagyvilágban, hogy megy, működik, nem a panaszkodás, nem a szarakodás megy, hanem megyünk elére, és éljük az életet. Dolgozni kell, csinálni kell, és nézzétek, itt van Erdélyből egy zenés srác. Tök jó érzés így beszélgetni vele, úgyhogy baromi jó. És a rakodásnál, hogy mit, mire pakolunk, meg rakodunk leghamarabb, ha lehet minél keményebb lálakat, plastikláda, meg utána ilyen, amelyiknek sarkai vannak, ezek jó kemény ládák, van amelyiknek ilyen plastik erősítés is van a szélébe, utána mennek ezek a könnyebb dobozok, meg a salátaszerűségek, amik oldalból is láthatóan, hogy elég gyengék. Itten ugyanúgy mondjuk ez saláta, ez a palett az összes, úgyhogy ez könnyű, de a tetejére nem rakunk nagyon keményet, hagymát, meg ilyesmiket, összetörik. Ez murok, elég gyenge lálák, össze-vissza folynak, ha látszik, el is vannak csúszva, és még elég sokat kell vinni felfelé őket, úgyhogy kanyar ez az, úgyhogy erre se lehet ne sokat pakolni. Alul megint valami keményebb lálák becsomagolva, ezek meg ilyen polisztiren műhó, könnyű lálak, salátákkal ezek, úgyhogy mindig alul a keményeket, banános doboz, láda, ilyesmi, mutatom a sorba is különben. Alul van a banán, mindig fennebb az ilyen-olyan nehezebbek, úgyhogy ugyanitt van a sorba is, ezek már elő vannak így készítve, banán, utána a többi láda, de mindig alul a plastikláda van általában, ez a amíg bírja a strapát, utána meg pakolni a többit, nem fordítva. Például ezek elég gyenge, összeépített rakott lárák, és virágok vannak ezekben a kartondobozokban, úgyhogy ezekre egyáltalán pakolni a tetejükre nem szabad. Vannak ilyen szélesebb palettek, mint az Eurotop palett, ezek is nagyon szarok, mert mindig el kell helyezni a káposztákat, mindent, hogy ne nyomodjon, ne legyen nagyon széles, és akkor szépen vagy lerakni, utána meg miután visszarakjuk a valamelyiknek a tetejére, akkor visszarakni a zsákokat, csak így most már egy-két mozgással már levékonyítottuk, úgyhogy ez a papír összemegy, úgyhogy pont be fog férni. Ugyanúgy a hagymát is kiszedjük, ezeket, amiket szélén vannak, inkább a tetejére pakoljuk, és akkor karton, az már szuper lesz. Alul a banán, alul a plastiklára, a keményebb lárák, a sarkosak, gyümölcs ez az, és fejül a könnyebbek, meg virágok, ilyen vékonyabb lárák, úgyhogy ezt kb. Így kell pakolni, nem fordítva. Ez például virág, meg könnyű kartonok, ezeket sose alul nem szabad rakni, mert összetörik minden darabokra. Úgyhogy kb. A pakolásról így nagyjából úgy van mindenhol. Ez például erre pakolni nem szabad, hiába van, nem? Ezt szépen így minden este megfogjuk, és rátesszük, mert nem egyenletes a teteje, rátesszük ennek a tetejére, ami egyenletes, és elég kemény láda alul, meg kemény a gyümölcs, úgyhogy kb. Így kell pakolni. Ennek a tetejére megint plastik, kemény, vagy szétszedjük kettőbe, és a tetejére pakoljuk meg ezeket, ami nem egyenletesek, vagy például azokat is ott fent. Ki van rakva így a zárusorokba, és normálisan van egy dator és egy szkenner, itt írja az üzletnek a sorszámát, normálisan végig lehet menni, több üzletem van. Na, még nem megy ez. Jó, így van. Szóval megy ez innen is, page up down. A lényeg, hogy itt vannak az üzletek, és nekem a 2178-as mostan azt kell felrakjam sorrendbe. Úgyhogy neki is fogok, és mutassa itten a szkennerre, van egy szkennerem, és itt van a cetli 2178-as. Ezt le kell szépen szkennem, az azt jelenti, hogy itten mutassa 2178. Három palettet a 15-ben már leszkeneltem. Mostan jön a negyedik, 4. Ugyanúgy meg következőhöz 5, és úgy tovább.
úgyhogy így rakjuk fel az árut, így nincs, hogy tévedni, ha 15-ből nincs meg, mind a 15 leszkenelve, akkor azt jelenti, hogy nem raktad fel az árut, vagy valóban a sorba kell legyen, vagy valóban más sorba letették esetleg a kihordott zsámok, úgyhogy akik hozzák ki a targoncásokat. Úgyhogy nem tudsz elmenni, ameddig meg nincs az összes. Akkor következő, és így minden egyes üzletet külön le kell szkenelni. Ennél a cégnél így van a rakodás. Írja, hogy totálisan 9,9 tonna valamiből 1,3 tonnát leszkeneltem, 42 palett, amiből 6-ot leszkeneltem. Például ettől az ülettől már 6-ot leszkeneltem, 42 van totálisan. A sorból ki vannak rakva, és szkenelem, és rakom be az autóba. Amikor megvan, az összes 42-ből 42, akkor kiírja a gép, hogy kész vagy, mindent feraktál, nincs, hogy etévegyél, vagy egy palett nélkül mennyire, vagy többet rakjál fel, mert mikor egy idegen palettet akarsz leszkenelni, ami nem a tiéd, kiírja, hogy nem az enyém ez a palett, hogy nem tudom felvenni például. Nem jó. Úgyhogy ha az enyémet szkenelem, akkor működik, ha nem, nem. Végeztünk már a munkával, és eljöttünk hamburgerezni nem máshoz, mint a Sibillába. Ez egy svéd hálózat, a másik pedig a Max. Én ezt preferálom, úgyhogy megkóstoljuk. Jó, gyertek be és nézzük meg, hogy mi a kínálat. Cheese future price. Is that the funding price for him? Vissza is érkeztünk a telephelyre, úgyhogy teljesen egyedül vagyok ezen a telephelyen. Ide le vagyok parkolva, és akkor Jenő jön értem holnap 7 órára. Elképzelhető, hogy akár ezzel a technikával fogunk holnap menni. Az étteremről annyit, hogy feltétlenül próbáljátok ki. Nagyon-nagyon ízletes volt a hamburger is, és a sült krumpli is, az üdítő is, szóval minden nagyon-nagyon finom volt. Ez az, amikor a megszokásból mész el, akár egy Mackie-be vagy egy Burger King-be is, elutazol egy másik országba, és maradsz annál, és nem nyitsz a világ felé. Persze lehet, hogy belenyúlsz egy rosszba, és azt mondod, hogy etted volna inkább a szokásosat. Higgyétek el, ha itt vagytok Svédországban, feltétlenül próbáljátok ki új ízeket, mert ettől visztek haza valami értéket, amikor hazamentek, tudtok mesélni, beszámolni, ízleljetek, tapasztaljatok, holnap pedig folytatjuk.